Őszinte, naprakész, hiteles. Ezentúl Magyarország egyik legszebb stúdiójában vitatjuk meg a közélet mindenkit érintő kérdéseit. Kapcsoljon a megújult Echo TV-re. Echo, a nemzet hangja. A mai hazahúzóban még semmi extrémet nem csináltam, ezen sürgősen változtatni kell. A Hold Fényliget kalandparkba érkeztünk, és egyből egy kis vasúton találtam magam. Mióta van ez a vonat? 2008-ban érkezett hozzánk ez a kis vasút. Ezt úgy adományozták nekünk ide a Hold Fényligetbe. Ez egy 1938-as bányamozdony, tehát nem a semmiért ilyen hangos, már nagyon öreg. Kiszolgálja a vendégeket itt nálunk a ligetbe. 15 perc az utazás! Hova megyünk utána? Nem megyünk messzire, ugyanis itt az erdőbe fogunk menni. Egy 4 óra 20 percet, és ugyanide a kiinduló állomásra fogunk megérkezni. Ez már maga a kalandpark, azt gondolom. Figyelj, kicsit szegény operatőr kollégát hagyjuk innen leszállni, mert életveszélyben van. És akkor irány az első helyszín egy kis vonatozás után. Köszönöm szépen! Ugye milyen jó, hogy ez a beszélgetés ekkora zajban nem tartott tovább? Amikor a 15 perces út véget ért, és a mozdony lecsendesedett, minden szebb és jobb volt. Sose gondoltam volna, hogy a csöndnek valaha ennyire fogok örülni. Körbe vonatoztuk most a parkot. Ez egy milyen hosszú út? 1 kilométer, 1100 méter. De jó az a csönd, az ember ilyenkor újra hallja a gondolatait. Azért egy egész más. Hány csoport érkezik ide hozzátok? Hány látogatója van nagyjából a parknak? A szezonálisan gondolod, vagy mondjuk átlagosan? Válasz. Válasszak? Igen. Jó. Hát igazából ugye a szezont felosztjuk több részre, tehát tavasszal, március, április, május inkább az osztálykirándulások vannak nagy többségben, és hát ilyen átlagosan napi kettőt, azt mondom, hogy napi kettő, de ez ugye átlagot mondok neked, mert hogy valahogy 61 nap, és akkor jön a nyár, ilyenkor a táborozók vannak nagy többségben is, az egyéni vendégek, és ősszel pedig újra jönnek az osztálykirándulások, a tréningek, munkahelyek jönnek, szabadidős napot, családi napot tartani, tehát teljesen változó, így a szezonban eloszlanak a látogatók. Van, aki a hosszú szavaktól, van, aki a szem kinyitásától, a magánytól, esetleg a pókoktól fél. Nekem kalandpályafóbiám van, ez már biztos. Timi mindent megtett, hogy elmagyarázza az alapokat. Rámadta a biztonsági hevedereket, karabíneres drótokat aggatott rám, kevésbé jól álló narancssárga védősisakot is kaptam, majd megmutatta, hogy kell lépésről lépésre végigmenni a szédítő, másfél méteres magasságban. A játékok között mindig található egy átvezető szál, ebbe is egyesével átakasztom a karabínereimet. Az a nagyon fontos, ha egy szálon fut a biztosítás, akkor mindig ellentétesen kell kapcsolni. A gyakorlópálya lényege az igazából, hogy minden biztosítási formával találkozunk, és ez az a hely, ahol kipróbálhatod, hogyha leesel bárhol, akkor meg fog fogni téged a beülőd. Sajnos én következtem. Egy darabig még ment, majd a harmadik, negyedik akadálynál úgy éreztem, ez nem, ez sem az én sportom. Én, gyerekek, be fogok iratkozni pszichológushoz, be fogok iratkozni pszichiáterhez, be fogok iratkozni Timihez magánórákra, de hogy én erre nem vagyok kész. De tudom, hogy sokan szeretik, például a kolléga, aki most a kamerát fogja, is imádja. Tehát, hogy majd őt fölveszük külön. Figyelj, építsük indián tipit, jó? Rendben. Megkönnyebbültem, megyünk nyilazni, meg dárdát dobni.
too long.